Éles szóváltásba keveredett a parlamentben Lukács Zoltán és El Simon László. A miniszterelnökség államtitkára szerint a szocialisták frakcióvezető helyettese sátáni mosollyal kritizálta a vasárnapi zárvatartást, ami, mint mondta, azt bizonyítja, hogy az MSZP-t a kormányoldallal ellentétben nem a szeretet, hanem a gyűlölet tartja össze. Lukács Zoltán szerint már most több tízezren gyűlölték meg a Fideszt, és minden vasárnap tovább nő ez a szám. Először voltak zárva az üzletek az önök ostoba törvénye miatt. Az MSZP frakcióvezető helyettese a vasárnapi zárvatartásról beszélt napirend előtti felszólalásában. Lukács Zoltán szerint a Fidesz-KDNP az emberek akarata ellenére záratta be a boltokat. Annyival vagyunk előrébb, hogy most néhány tízezer emberrel többen gyűlölik önöket, mint pénteken gyűlölték. Ez minden vasárnap szépen növekedni fog. Önök ezen mosolyognak nagyokat, de majd eljön a pillanat, mikor ez a mosoly le fog fogyni az orcájukról. A szocialista politikus szerint a kormánynak nem voltak észérvei a zárvatartás mellett, ezért már most emberek tucatjai veszítik el munkájukat, és több bolt véglegesen lehúzza majd a rolót. Hölgyeim és uraim, önök ezt a törvényt valószínűleg vissza fogják vonni, mert ez a törvény nem tartható, majd most, amikor elkezdődik ennek a végrehajtása, fognak rájönni, hogy mekkora feszültségeket és mekkora bajt okoz a társadalomban. Sátáni vigyorol az arcán, arról beszélt, hogy még több ember gyűlöl bennünket péntek óta. A miniszterelnökség államtitkára azt mondta, míg a kormányoldalt a szeretet, addig a szocialistákat a gyűlölet tartja össze. Önöket, tisztelt képviselő úr, láthatólag a gyűlölet mozgatja, az ön felszólalását a harag, az indulat, a féltékenység és a gyűlölet határozta meg. Az önök képviselőtársa múlt héten így lőtt rá képletesen az egyik képviselőtársára a Magyarország gyűlésben. El Simon László a vasárnapi zárvatartásról azt mondta, ez a magyar emberek mindennapi életét és boldogulását szolgálja. A magyar emberek többsége egyetért ezzel a gondolattal, egyetért azzal, hogy a családjával foglalkozhat, hogy a gyűlölet helyett a szeretetre fordíthatja a figyelmét, hogy a vásárlás helyett normális közösségi programokkal és a családjával való együttlétet helyezi majd előtérbe. El Simon László végül azt mondta, a magyar emberek mellett a magyar kisvállalkozások érdekét is szolgálja a törvény, hiszen ezek eddig versenyhátrányban voltak a külföldi nagy cégekkel szemben.